Hogyan készül ebben a különleges helyzetben a karácsonyra, kérdeztük Tóth Barnától. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatójától. A szokatlan adventi időszak magánemberként is egy kis belső elcsendesedés jelent Tóth Barna számára, aki a lelki dolgokat helyezi előtérbe. Egy elég szokatlan adventi időszakban vagyunk, úgyhogy ez nem csak egy iskola életére, hanem mindannyiunkra, mint magánember, és vagy mindannyiunk életére, mint magánember életére is rányomja egy picikét a bélyegét. Azt gondolom, hogy legfőképpen ugyanúgy készülünk, mint eddig. Nekem ez az ünnep, ez a karácsony, és az előtte való adventi időszak mindig is egy belső elcsendesedés jelentett inkább, és mindig is szerettem a lelki dolgokat előtérbe helyezni a külsőségek helyett, úgyhogy ilyen értelemben olyan túl nagy változás még sincsen. És az ajándékok megvételére is azt mondom, hogy mindenféleképpen személyes ajándékokat szeretek vásárolni, vagy személyes ajándékokat szeretünk adni egymásnak, amivel valóban az összetartozást, az egymás iránti tiszteletet, szeretetet próbáljuk kifejezni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben nagy változás nem lesz. Esetleg lesz a menüben, vagy az is ugye hagyományosan már megszokott menü kerül karácsonykor az asztalra? Igen, általában mi édesanyámnál töltöttük mindig a szentestét, és itt több évtized alatt alakult ki az a menűsor tulajdonképpen, amihez szerettünk is ragaszkodni, és édesanyám ezt kifejezetten finoman el is tudja készíteni mindig, ráadásul szívvel, lélekkel, úgyhogy ennek a legfőbb eleme az mindig a hal egyébként, illetve egy kis sült kacsamáj azért még mindig kerül az asztalra, úgyhogy ez most is így lesz, hogy aztán tudunk-e találkozni aznap este, vagy pedig elővigyázatossági okok miatt másképp kell szerveznünk ezt a dolgot, azt nem tudom, de itt is azt tudom elmondani, hogy igazából ez másodlagos kérdés, mert ugyanazzal a szeretettel fogunk egymásra gondolni, mint eddig. Van esetleg olyan speciális sütemény, amit a felesége készít jól, és ezt viszik a mamának a vacsorájához még, vagy pedig inkább csak a mamának a főszére koncentrálnak ezen az egy napon? A süteményeket általában itt a családban lévő hölgyek együtt szokták előállítani, és azért tradicionálisan nálunk is a mákos és diós begli megjelenik, jó nagy arányú töltelékkel, mint ahogy szilveszterkor pedig a rétes, úgyhogy most is erre számítunk, és ezt várjuk majd. És a gyerekek hogy tudnak köszönni? Tehát a nagy család most azért nem valószínű, hogy össze tud jönni, hogy mindenki a mamához eljöjjön, de a gyerekekkel hogyan tudnak karácsonyozni? Igen, a két nagyfiú úgy gondolom, hogy itthon lesz mindenféleképpen, és ilyenkor azért együtt szoktuk díszíteni a fát. Az ajándékcsomagolás az inkább az én dolgom, nem szívesen adom ki a kezemből, tehát ezt én nagyon szívesen végzem, ezt a fajta tevékenységet. Az erdélyi rokonaikkal azonban csak telefonon tudnak majd beszélni. Nekünk ugye vannak erdélyi rokonaink, hát most oda egészen biztosan nem tudunk elmenni, úgyhogy ez egy picikét fájó pont talán. Nyáron sem tudtunk elmenni, de úgy gondolom, hogy ami késik, nem múlik, és itt is legfontosabb az egészség.